A Bartina történetében elengedhetetlenek, és már hozzászoktunk a hangos sikerekhez. Számos koreográfia került már be antológiába, most azonban Mesterhármassal képviselheti magát Magyarország egyik legmeghatározóbb néptánc együttese az országos antológiában 2019-ben. 2018 tavaszán Pápán, az ifjúsági, országos ifjúsági fesztiválon részt vett a Bartina táncegyüttesnek ifjúsági csoportja, amely várakozáson felül múlta önmagát, hiszen a csapat egy nagyon fiatal ifjúsági korosztályú csapatról beszélünk, a legmagasabb pontszámot érte el, és ezzel a zsűri döntés alapján lehetőséget kapott arra, hogy egy beválogatáson részt vehet. És hát a beválogatás az annyira jól sikerült, hogy a csapat a 2019-ben az országos ifjúsági antológián részt vett. Azért ez nektek személyes siker is koreográfusként. Igen, igen, személyes siker is, és nagyon-nagyon örültünk annak, hogy egy olyan csoport, akikkel most már évek óta dolgozunk együtt, tudtunk nekik egy olyan koreográfiát készíteni, ami azt gondoljuk, hogy az ő korosztályuknak szól, hiszen párválasztás a témája is, és saját koreográfiával egy fesztiválon ilyen szép eredményt kapni, illetve zsűrizést, amit kaptunk, nekünk is egy nagy lendületet adott, úgy, ahogy a táncosoknak is. A Pápai Fesztivál az ország ifjúsági fesztiváljának a legnagyobbika, és itt a résztvevő együttesek új koreográfiákkal, új művekkel mutatkoznak be. Ezek az új művek úgymond megmérettetik magukat ezen a fesztiválon, és a neves szakmai zsűri pedig eldönti, hogy egy gyűjteménybe, egy antológián részt vehet, és hogyha részt vehet, akkor kik azok az együttesek, akik erre méltóképpen úgymond szerepelhettek. Volt már ilyen a Bartina életében, történetében? A Bartina életében már többször volt gyermek, ifjúsági, valamint felnőtt antológián való részvétel, és köszönöm a kérdést, hiszen rögtön megragadnám az alkalmat, hogy idén egy hármas győzelmet, hogyha lehet ilyet mondani, aratott a Bartina, hiszen gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt antológián is részt vesznek a csoportok, ami egy óriási nagy siker, és hát ezzel is megkoronázzuk az utánpótlásnak, a minőségi utánpótlásnak az alapjait. Az ifjúsági versenyen egy szokást mutatott be az együttes, pitrozás címmel, ami egy mezőségi népszokás. Még 10 évvel ezelőtt volt szerencsénk mezőségen gyűjteni buzán idős emberektől, és ők mesélték el ezt a szokást. Ezt a szokást nyilván hazajöttünk, átértékeltük, megpróbáltuk, hogy ezt hogyan lehetne színpadon megmutatni, a mai kornak megfelelően megértetni a közönséggel, és így lett formába öntve. De természetesen nem csak a szokások, hanem önmaga, tehát valamilyen tematika köré épülnek a koreográfiák, így például a nagy együttesnek ugye a Kurázsi című koreográfia, amely ugye első helyezett lett 2018 novemberében az 50. Szekszárdi Néptánc Fesztiválon. Vagy éppen a tavasszal előadott Kossuth Díjas Folti Jolán mesejátéka. Joli néni már nagyon-nagyon régóta dolgozik együtt a Bartinával, és mindegyik műve, amit itt készít, mindegyik kivétel nélkül antológiás szereplést kapott. Ez idén sem volt, és lesz másképp, és ennek tényleg kimondottan nagyon-nagyon örül az egész együttes. Minden korosztálynak külön van erre egy fesztivál, van külön gyerekfesztivál, ifjúsági és felnőtt. Így történt meg az a Mester 3-as idén, hogy a gyerekcsoportunk a Szegedi Néptáncfesztiválról jutott be, Folti Jolán Hol volt, hol nem volt című mesejátékával az antológiára. Ezt az antológiát február 2-án, vagy március 2-án és 3-án Székesfehérváron rendezik. A csoport vezetői Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán. Az ifjúsági együttesünk Pápáról került be, ez a fesztivál 2018 tavaszán volt. Ők február 23-án és 24-én Békéscsabán fogják bemutatni
a Nyemcsok Pál és Nyemcsokné Kárpáti Katalin Pitrazás című koreográfiáját, és a nagy együttesünk is antológiás, ők pedig ugye tavaly novemberben rendezték meg az 50. Szekszárdi Néptánc Fesztivált, és ennek a győztese lett, az egyik győztese lett a Bartina, Kocsis Enikő és Fitos Dezső Kurázsi című koreográfiájával, és ezt Budapesten március 2-án az Operett Színházban fogja bemutatni a nagy együttes. Most abszolút ez van nálatok fókuszban, vagy az antológiára való készülés mellett ott van minden más? Nyilván ez van most elsődlegesen fókuszban, de hát az élet nem áll meg, úgyhogy első körön a farsangunkra készülnek a gyerekek, főleg azok a korosztályok, akik nincsenek benne az antológiákban nagyobb gőzerővel, a többi csoport pedig ugye a farsang mellett nyilván az antológiára, és hát új év, új élet, új koreográfiák, új táncanyag, új tudás, úgyhogy mindenki egy újult erővel pihenés után kezdi a munkát, hogy aztán a következő, akár ennek az évnek, akár már előre láthatóan a következő 2020-as évnek a fesztiváljaira is tudjon készülni. Hiszen ugye egy fesztiválra, hogyha elmegy az ember, akkor nem egy-két hét alatt, vagy egy-két hónap alatt készül fel, hanem akár egy-másfél év is megelőzheti a táncanyag elkezdésének megtanulásától egészen addig, hogy egy koreográfia összeálljon, és a gyerekek ezt úgy tudják előadni, hogy ilyen szép sikereket érjenek el.